9 éves Erasmus Plus program az Európai Bizottságnak az egyik legsikeresebb programja, hiszen közel 5 millió hallgató számára tette már lehetővé azt, hogy külföldi mobilitásban vegyenek részt, vagy szakmai gyakorlatot végezzenek külföldön. És az a cél, hogy 2020-ra minden ötödik hallgatónak biztosítsák ezt a lehetőséget. Az ELTE pedig maximálisan partner ebben a célkitűzésben, és egyetért azzal, hogy lehetőséget kell biztosítani a hallgatóknak a nemzetközi mobilitásra. Illetve abban is szeretnénk segítséget nyújtani a hallgatóknak, hogyha már elnyerték a pályázatot, akkor biztosan vágjanak neki a nemzetközi mobilitásuknak, úgyhogy a nemzetközi irodával olyan tréningeket, workshopokat igyekszünk szervezni, amik felkészítik őket erre az életre szóló kalandra. Az érdeklődő hallgatók általában az anyagiakkal kapcsolatban érdeklődnek legelőször az Erasmus Plus program kapcsán. Azt kell mindenképpen tudni, hogy résztanulmányokra országonként eltérően 420, 470, illetve 520 euró kapható egy hónapban. Szakmai gyakorlat esetén pedig 520, 570 vagy 620 euró az ösztöndíj. Hátrányos helyzetű hallgatóknak ezen felül lehetőségük van kiegészítő támogatást igényelni, ami a tanulmányút esetén 200, a szakmai gyakorlat esetén pedig 100 euró per hónap lehet. Továbbá az ELTE-höknek van egy Erasmus Plus Start ösztöndíja is, ezt is igénybe lehet venni abban a fél évben, amikor a hallgató már megkezdte a nemzetközi mobilitását, illetve még egy ösztöndíj lehetőség áll a rendelkezésre, ez pedig az ELTE alumninak az ösztöndíja, ami majd az Erasmus Plus eredmények kihirdetése után kerül majd kiírásra, úgyhogy ezt is mindenképpen érdemes lesz figyelni a pályázóknak. Az Erasmus Plus program keretén belül már nem csak az EU28 tagállamába, plusz Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára, Macedóniára és Törökországra lehet pályázni, hanem több nem európai országba is lehet pályázatot leadni az Erasmus Plus nemzetközi kreditmobilitás keretén belül. Az ELTE-nek célja, hogy a lehető legtöbb ELTE-s hallgató vegyen részt az Erasmus Plus programban.